Én Szabó Krisztián vagyok, jó? Gyakoroltam. Üdvözlöm a kedves nézőket, én Szabó Krisztián vagyok, operatőr társam, megszokott módon Létai Attila. Elérkeztünk egy újabb szombat estéhez, DTM Superliga, ezúttal a belgiumi Stade-Francorchamps-ból. Az időmérő már elkezdődött, 2 perc és 25 másodperc van hátra belőle. Jelenlegi állás szerint Demeter Ádám 2-10, 5-81-es idővel van a pole pozícióban. Mögötte meglepetésre azért Kárász Rudolf mindenféleképpen bizakodó lehet a futamra nézve. Majd harmadik Farkas Márton, Orbán Tamás, Sáfrány István, Bognár Keve, Sulyok Norbert, Kislevi, Lőrinc Gábor, Pap Olivér, hát István még nem futott köt. Az első 10 sorrendje 15 versenyző van jelen a belgiumi futamon. A 12. helyen Romvári Bence lesz gyors körön. De előtte még azt nézem, hogy hamarabb Boró Krisztián a 13-on, aki elő fog mérkőt teljesíteni. Jó is a részideje Boró Krisztiának. 91 ezred mindössze az első mérési ponton a hátránya. Jön a második szektor vége. Itt mennyi lesz a hátrány? Hát itt már egy másodperc. De azért még ezzel is be lehet jönni ott a harmadik, negyedik hely környékére. Demeter Ádám 7 tizede másodperces előnye van Kárász Rudolf előtt. A 18-as számú BMW-vel el támogatta BMW-vel van Boró Krisztián. Az utolsó magyar kombináció. Hát ez a legalsóbb része a pályának, azt lehet mondani, úgyhogy nézzük az idejét, 5. mindösszesen. Romvári, 13. helyen. 400-at a lemaradása Demeterhez képest, jaj. Ez nagyon szoros lehet, viszont arra is közben figyelek, hogy Menyhárt István több mint 2 tizeddel jobb az első szektor végén, mint Ádám. Ha nézzük előbb Romvárit, valaki bejöhetett elé, mert visszacsúszott egyenlően 14-nek. Itt rosszul jött ki ez az utolsó sikán. Egy jó 45 perc, én magam is próbálgattam a pályát, egész jó volt. És megvan az első hely. 700 másodperccel Romvári Bence. De, mire ezt kimondom, 14. helyen, másik szektor végén Menyhárt István az Mercedes-szel, hogy közelebb lopódhat, megkapaninthatja a pole pozíciót. Pap Olivér egy újonc, most itt a 13. lett 2.19.424-jel, de nézzük Menyhárt Istvánt. Ja, itt ő is megcsúszik, hát ez ilyen a mód egyébként. Tehát én is bármi próbáltam, csúszkál össze-vissza. Azért terelgethető szépen, csak második, és 72 ezred hátránya, Demeter Ádámnak 73 ezred a hátránya Romvári Bálinthoz képest, hát nagyon szoros. Lejár közben az időmérő, Fábri Zalán úgy gondolta, hogy ő nem fut gyorskört, hogy ez a végeredmény, tehát Romvári Bálint, Menyhárt István első sor, Demeter Ádám, Kárász Rudolf második sor, harmadik sorban Farkas Márton és Orbán Tamás, negyedik sorban Boró Krisztián és Sáfrány István, kilencedében Bognár Kevé és Sulyok Norbi, Kislevi, Lőrinc Gabi, Lakatos Krisztofer, Pap Olivér és az utolsó, 15. helyen, mért idő nélkül, Pap Olivér után Fábri Zalán. Tehát a rajtsor végén. Tehát jó magam is próbálgattam.
és egy ilyen 2 perc 11, nem tudom, 7-et futottam, vagy valami ilyesmit futottam. Nem éppen a legjobb kör volt. Alap setup-a, amit kicsit tudtam rajta állítani ez alatt a kis idő alatt. Nem volt olyan rossz. Ahhoz képes volt, lett volna még benne, csak kezdődött itt a verseny, és úgy gondoltam, hogy most már nem zavarom a többieket azzal, hogy én ott megborgok minden harmadik körbe. Némi túlzással. Orbán Tamás ugye megint 50 kiló plusszal kell, hogy teljesítse a futamot, és akkor már itt is járnak, akkor el is mondom, hogy ugye a bajnokság sorrendje alapján osztják most a sőböntetéseket DTM Superligában. 50 kilót kapott az első, tehát Orbán Tamás. Itt lassan tudok haladni, mert telefonon nézem a sorrendet. Cséplő Máté a második, tehát ő 40 kilót kap. Sajnos, hogy most nincs jelen egy gokartos tehetségkutató versenyen vesz részt. Ő elvileg ott van, ha minden igaz. Száfrány István a harmadik, ő kap plusz 30 kilót, 25-öt Farkas Márton, Boró Krisztián 20-at, Lőnc Gábor és Fabri Zalán, mivel ott versenyben a 7. helyen, a 6. helyen állnak, ezért 15-15 kilót kapnak, és a 8. helyen lévő Súlyok Norbi kap még 10 kilogrammot. Ugye itt is megvan az a, most hát így megvan az a teher az utolsó emberkének, aki a 8. helyen áll, és állandóan itt is pontot szerez, hogy megkapja még azt a 10 kilót is, és még az is rátesz egy lapáttal, hogy nem tud találni egy picivel jobb eredményt elérni, tudom, hogy így a 7.-7. hely szerintem az a 10 kiló, ha meg lenne szerintem Súlyok Norbina. Ugye ott van az a plusz 10 kiló. És közben is kezdődött a futam. Mármint a 30 másodperces visszaszámlálás. 50 perc, ennyit kell vennünk a versenyzőknek ahhoz, hogy teljesítsék a futamot és teljes pontokat kapjanak. Hogy 50 percig kell még engem hallgatni. Kedves nézőknek, hát előre elnézést kérek. Tehát reméljük, hogy a verseny majd kárpótól érte. Közben azt nézem, Attilát milyen jó kis audio. Hát ja, mindig ez az audio van amúgy. Safety-kai mindig ez. Tehát, akkor még egyszer a sorrend. 51-es rajtszámmal Romvári Bálint. Lehet, hogy Bencit fogok mondani, de inkább nem magyarázom be magamnak. Tehát Romvári Bálint, 51-es Audi-val. Az első 3-as számú Mercedes AMG, nem tudom milyen fémjelzésű autó amúgy ez. A csodája, Enyhárt István, tehát 3-as rajtszámmal, mögötte Demeter Ádám, 27-es rajtszámú Audi-val, 11-es BMW-vel Kárász Rudolf. És akkor Boró Krisztián miatt új rajt, és akkor folytatjuk Kárász Rudolftól majd, hogyha elindul a felvezetőkör, az újabb felvezetőkör. Addig várunk egy pillanatot, 12 másodperc még a visszaszámlálásból, és utána elindul a második felvezetőkör. Remélem több már nem lesz, és mindenki kér időbe. Így van. Tehát Kárász Rudolf a 11-es BMW-vel, vagy Farkas Marci mögötte a 16-dik. És a bajnokság éllovasa, aki 82 ponttal az első helyen áll, az 53-as számú Audi-val, méghozzá ez Jamie Green Audi-ja, Audi-ának szimulált változata, lehetne mondani. 78-assal, ami 18-as egyébként, csak hirtelen ránéztem és 78-at láttam, Boró Krisztián a BMW-vel, tehát 18-as,
7-es számú Spengler féle BMW-vel, Káfrány István megszokott módon, ott a 6., 7., 8. hely környékén, most éppen a, ezek közül a legrosszabban a 8. van. Hát azért a múltkor ott az a, az a dobogó, az, azért az nem volt semmi. Előrejelzi a Sáfrány István, hogy azért számolni kell ott vele a dobogó harcba. Bognár Keve 48. Rajtszáma, Audival versenyez, majd mögötte még egy Audi, 5-ös Súlyok Norbi, Kislevél megszokott eurónikos 2-es számú Mercedes-szel, a Lőrinc Gábor 12., ő neki van egy boxrajtja, de akkor nem tudom miért nem sorolták hátra, hogy ne legyen üres a rajt kocka. Lakatos Krisztofán megint a boxba, 12-es rajtszáma, Lőrinc Gábor a 84-es. 14. helyen Pap Olivier, 8-as számú Mercedes, elég sok a Mercedes most, és az utolsó helyen Fábri Zalán a BMW-vel, 31-es rajtszámon, nem tudom, hogy miért nem futott gyorskört, talán esetleg én arra gondolok, hogy nincs meg a kötelező körszáma, vagy csak kevés van meg neki, ezért csak a rajtás végén indulhat. Tehát akkor két rajtkocka megint ki fog maradni, Lőrinc Gábor és Lakatos Krisztofán. Hát Lakatos Krisztofán egyáltalán nem azon van, hogy valamit mutasson, hanem épp ellenkezőleg nem sűrűn, a múltkor nem jött ki idénmérőre, akkor most nem marad a boxba. Lehet, hogy egyébként valami büntet is van, és csak én nem tájékozottam a csoportba. Tehát a múlt héten meghalni se volt időm, szokták mondani az emberek. Meg én is. Na, és akkor vissza is értünk a induló ponthoz. Hát én nem lövök el ilyen hülye szövegeket, hogy biztonságérvek, stb. Meg négykeréken élünk, meg hülyeségek. Szóval, hát kezdődik mindjárt futam. Inkább csak ennyit mondok. Remélem mindenki körmét le fogja rágni. Mindenki mehet holnap a sebészetre. Köröm visszavallásra. Szerintem mindenki ebbe bízik. Két srácot már fel is állt a box utca végén. Jobban mondva csak Lőrinc Gábor. Na nézzük akkor. Jólnak a piros lámpák, elalszik. Romvári Bence egy kicsit lükvezbe kapcsolatot, vagy visszagurult üresbe. Szépen eljön nagyjából, és ott hátul nézzük a balesetet, van is, menj hát István fordul meg, de ott még benne volt Kárász Rudolf is a sűrűjébe, BMW-vel. Nézzük ki vezet, Romvári Bence az első, Demeter Ádám a második. Mögöttük jön majd a Borok, Orbán kettős, ők is nagyon együtt vannak. Sőt, Boró Krisztián talán el is tud menni. Van 2-3 km per óra sebességkülönbség, ugye az az 50 kg nem jön jól Orbán Tamásnak. Kívülről körbeautóz a Boró Krisztián, de Orbán Tamás meglöki. Itt elengedi most ezt a dolgot, úgy van vele, hogy a biztosabb pontszerzés lesz. Jó, Farkas Márton közben hibázik, és egészen visszacsúszik a nem tudom, hanyadik helyre eltűnt, 7. helyre. Hú, és Demeterék nagyon megléptek, majdnem 3 másodperc az a lényük. Hát erre számítani lehetett egyébként. Közben a 15. stop and go-t kap Lakatos Krisztofán, Lőrinc Gábor pedig az utolsó előtti helyen, a 14. Hát nekik nem jött jól ez a boxrajt. Pap Olivier a verseny újonca. Én még nem láttam őt versenyezni itt. Már lehet, hogy a múltkor ment és most hülyeséget beszélek, de szerintem nem volt, vagy lehet, hogy volt, nem tudom. 13. egyenlőre. Bognár Keve a 12. helyen, valami történt vele. Szerintem megforgott. Így van. És menjünk az első helyre. Romvári Bencének védekeznie kell. Ádám a szembe. Olyan a fűvön is, már mindenhol van Ádám. Romvári nagyon belaggolt. 350 a pingja, ez nem egy olyan jó dolog, főleg amikor az első helyre kell küzdeni. Mindenkinek azért normális, neki 400 körül van most.
Az nem egy életbiztosítás. A versenyre nézve. Igen. Igen, valami növeli a pinget, és folyamatosan csak felfele megy, tehát nem is az, hogy csökkenne. Hanem megy felfele. Boró Krisztiának 75. 84, 116, még az is tűrhető, ugye egy rosszabb nettel, de hát most kezdtem vissza vele csökkenni. És le is szakadt Demeter Ádám róla. 16-7-25-öt autózott Romvári Bence, és Bálint. Tudom, hogy Bencét fogok mondani. Egyelőre még nem esett ki senki. Ez egy jó dolog. De a harmadik helyet megy a csata, mert Orbán Tamás visszaszerezte Boró Krisztiántól. És kár a Szurdorf veszített sokat. Aránylag, mert ő... Hát talán nem olyan sokat, mert a negyedik helyen volt, most az ötödik. De a rajtnál nem volt valami szerencsés. Sőt, éppen egy akkor még szerencsés is abban az esetben, hogy most vissza tudott jönni az ötödik helyre. Lakatos Christophe Stop and Go-val. Na Demeter Ádám megint közeledik. Azaz. Na nézzük. Télárnyék, hát. Hát most normalizálódik 96-ra. A kettőknek nő a ping. Na nézzük. Annyira nem sokat segít. Én a 250-et nem tudtam kihozni magamtól az autóba, tehát... Valamit én csináltam, biztos rosszul. 248-at mentem, az volt a legjobb. Ezt képest Demeter Ádám szélányéban, Romvári Bence pedig szélányék nélkül is meg tudta autózni. 250-es határt. Ja nem tudom, szerintem mennének ezek a DTM autók, ez sokkal többe. Valami nagyon el lett rontva lehet a módban, vagy nem tudom, mert... Én úgy emlékszem, hogy mennek ezek a DTM autók 275 simán. Sőt, szerintem még keveset is mondtam. Hát több tapadás van, ez biztos, mert kopik a gumi, mint az állat. És Demeter Ádám benézett itt a cél, vagyis a hosszú egyenes végén. Ugye hát itt van Belgiumban, az a híres kanyar. Borúzs. Már nem olyan élvezetes, szokták volt mondani a versenyzők. És talán mondanak is benne valamit, mert nyilván élőben teljesen más. Azért szimulátoron szerintem már mindenki csak úgy van vele, hogy hát... Aki elsőnek talán szimulátorozik és Spa-ba, nagyon szereti a spa-i versenyt, és ott akar menni egy kört, az még biztos élvezi, de... Csak azért is szerintem sokan nem élvezik, mert nagyon nehéz rajta úgy átmenni. Folyamatosan egy egész versenyen keresztül, főleg hogyha mondjuk ez egy belgiumi 24 órás futam, hogy ne hibázzon az ember, meg ne veszítsen nagyon tempót. De közben nem nagyon meglépett Romvári. Pedig nem hibázott Demeter akkorát, hogy ennyire meglépett volna. Igen, hát mindenkinek változik a ping. Pingpong. Pingpongoznak a pingekkel ide-oda. Közben a... Ejj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 
most már csak Kárlász Rudolf is el tudott menni mellette, Boró Krisztián pedig a sikámba tudta megelőzni. Igaz, egy picit oda tartott a vállával, de hát na, túrautó azért. Bármennyire is szűrt autókról van szó. Yeah. Yeah, hát egy külsőre nagyon hasonló az utcai autókhoz, de egyébként semmi, abszolút semmi köze nincs hozzá. Tehát
nagyon-nagyon kevés. Ugye az egész kocsi karbonból van, tehát rárakják erre az alvázra. Tehát olyan, mint egy formaautó, mondták ezt is sokan. Boró Krisztián a falban 5. helyen, és nagyon szépen veszélyesen fél vissza a pályára, mert azért Fajnás Márton ott nem nagyon örült szerintem neki. És Boró Krisztián megint megforog a 8. Kopnak a gumik. Igen, ezt még pontosan nem mondtam, de kopnak. És nem is akár, hogy kopnak, hanem nagyon gyorsan kopnak. Hát konkrétan 2 gyors kört lehetett menni, utána úgy elkoptak a kerekek, 3. körbe, én is kicsúsztam, szóval nem lehetett vele mit csinálni, nem lehet vele mit tenni, ez ilyen. Demeter Ádám, hát ha most szélenyémből be tudnak próbálkozni az első helyért. Ővé mindig a leggyorsabb kör, ha mindent jól látok, 2.11. 124-je. Nagyon jön. Még de kellett menni a gazt. 254 beteszi, belső íven van. Egyszerre fordulnak el egymás mellett, ez így nem lesz jó, de Metallica próbál fordulni. Meg is van, és körbeautózza, majdnem megfordul, de szerencsére pontosan jól hallgattam meg Romvári Bálint, mert ez nem volt szép Demeter Ádámtól, ez nagyon nem volt szép, de szerintem nem láthatta. Pont lehet, hogy valamilyen holttérben volt, a csak a közési tütőt használja Demeter Ádám, és azért nem látta. Hát necces a dolog, de szerintem hagyott volna neki helyet, akkor ez nem lenne kérdés, hogy tudom, hogy vezetni a futamot, lehet, hogy kicsit közelebb lennék egymáshoz. Szerintem Bálintnak ez nem fog gondot okozni a visszazárkózás, mert nagyon gyors. Ugye, ha jól emlékszem, a múltkor nem Romvári Bálint nyert, hanem Jaksi Gyula a barcelonai pályán. Annyi minden történt az elmúlt héten, hogy már, vagy se, mögöttünk van hét. Tehát ezen a héten annyi minden történt, hogy már én magam sem emlékszem, mi volt múlt hét szombaton. De így visszaemlékezem, hogy a Jaksi Gyula nyert, és Romvári Bálint az utolsó körbe jött be a boxba, azt hittem, még van egy kör hátra. Ezért eljött a boxba, mert kevésnek vélte az üzemanyagot. És ezzel bukta a futamgyőzelmet, és Jaksi Gyula járt jól. Na de hát van ilyen. Megesik az ilyen. És nagyon kopnak a gumik, mert mindenki csúszkál. Valaki azt mondta, hogy elképzelhető, hogy 3 kiállás is kell ahhoz, hogy normálisan tudják teljesíteni a futamot. De Lőrinc Gábor már megelőzte a Bolivért. Éppen volt a boxba. Oliver Christopher pedig a stop and go büntetését töltötte le. Attilával már kaptunk 4 kört. De 4. körbe járunk. És ott van Romvári Bálint, meg is érkezett Demeter Ádámra. Kárász Rudolf a 3. Sáfrány is van a 4. Mondtam én, hogy azért Sáfrány is fennel számolni kell, mert egyre jobb teljesítmény nyújt, és ugye neki folyamatosan vannak plussúlyai, és neki elég nehéz lesz most már ebből kihátrálni, úgyis 61 ponttal a 3., és ez a futam végére akár 2. helyet is jelentheti, hogyha nem esik ki, vagy nem csinál nagy hülyeséget, mert 4 pont választja egy Cséplő Mátétől, aki ezzel a kihagyással nem sok jót vetít előre magának. Most 30 kiló plusszal megy Sáfrány István. És Romvári Bálint el is ment Demeter Ádám mellett. Demeter Ádám pedig megforog, eltesz hihetetlen. Semmi nem jön össze neki. Kárász Rudolf jelzi a pitet. Romvári Bálintnak viszont annál jobban. Nagyon fekszik neki ez a mód. Vagy valami nagyon jó setupot talált. Orbán Tamás is jelzi a boxot. Ó,
Hoppá! Boró Krisztián 11. helyen. Megint nem figyelt a visszajötelni túlságosan. Hát igen, ezek nagyon nehéz kanyarok. És megint megforró Boró Krisztián. Hoppá, összistöri. Na most... Tényleg Romát törte az elejét. De csak 12. pedig nagyon jól áll. Bajnokságba. 5. 52 pont, tehát nincs messze még a második hely se, sőt. Egy esetleges futamgyőzelemmel... Azt mondja, ha nem is, de... Nem is venne át a vezetést, de hogyha Orbán Tamás mondjuk nem szerezne pontot... Akár neki is kinézne egy második hely, úgyhogy menni kéne. Valahogy jobban oda kéne figyelni a futamon, nem ennyire sok hibával teljesíteni. Ele szétzilált teljes mértékben a mezőnynek. Talán itt a vége az, ami a közepe a mezőnynek, ami érdekesebb. Méghozzá Farkas Márton kislevi elég közel van egymáshoz. BMW Mercedes csata van kibontakozóba. De azért mögöttük ott a... Ott Menyhárt István 8. helyen. Hát... Nem túlzottan mondani, hogy... Megvan a tempója, pedig szabad edzést ő nyerte, ha jól emlékszem. Hopp, már ezt nem szabad itt csinálni Fábri Zalán. Tórus után. Jönnek a célegyenesbe, a cél mindig célegyenes, mondok, a hosszú egyenesbe jönnek. Elfelejtettem, mi ennek a hosszú egyenesnek a neve. Na mindegy. És leszakadt Fábri Zalán. Zsevére is leszakadt Farkas Márton. Hoppá, Demeter a második helyen eldobta. Na nézzük az ismétlést. Sáfrány István is el fog menni mellette. És akkor a Sáfrány István, akkor Orbán Tamás be fog férni. Nem fog beférni. Hát Demeter Ádám folyamatosan a győzelmeket bukja. De a dobogóságért biztosan. Kárászlóf a második. Sáfrány István harmadik, de Demeter Ádám már is támad vissza rá. Ó, ez nagyon simán megvan. Egyenlőre a belső évet nagyon simán odaadta Sáfrány István. Jaj, kicsit túlcsúszik Demeter Ádám, de megfogja, most Sáfrány István fordult alá. Jobb a kigyorsítása Ádámnak. Orbán Tamásra is figyelni kell. Még mindenki versenyben van, még nem esett ki senki. Ez is nagyon érdekes, Sáfrány István visszatámadott. Hopp, egy kicsit összejönne, csak a falra ne törje rá, mert az piszokul adosítja az embert. Jönnek az orvosba. Ó, és Demeter körbeautózza, úgy van. Na de most ott, ha levágja, nem vágja. Szép volt. Ez megér egy visszajátszást. Szerintem. Akkor is megér egy visszajátszást. Ez. Ezt meg kell nézni a nézőpont még egyszer. Ez brutális volt, hogy körbeautózta Sáfrány István. Lakatos Krisztófer már is kört kap. A 15. helyem. Ebben a pillanatban meg is kapta. Születésnapi ajándéknak. Már nem tudom, hogy ma van-e a születésnapja, de megkapta. Ezzel megint van ez a box jelző mizéria, nem szeretem. De mindegy. Hopp, Demeter Ádám megint egy picit két hibázat, de most nem forog meg. Űrzőbe veheti Kárász Rudit.
Nem tudom, mennyire koptak már azok a gumik, de kíváncsi lennék rá. Szerintem Boró Krisztián is azért betlizik ennyit, mert Papolivér a boxba hamarosan, hogyha valak beütik, jó helyre terelik, akkor boxba lesz mindjárt. Romváni nem jön, nézzük Kárászt. Na de Orbán Tamás mutatja, hogy kell versenyezni, hogy kell előzni. Nem sikerül, Kárász Rudolf a boxba, Lakatos Krisztóf előtt a boxba, ő már kölye hátrányban van. Orbán is bejön a boxba. Farkas Márton nem jön be a boxba. És Kárász Rudolf végez a boxba mindjárt, a tizedik. A Bognár kevés, és egyszer jönnek Orbán Tamás. Hú. Megelőzi Kárász Rudolfot, de később jött be a boxba, biztos csinálni kellett Rudolfnak valamit a kocsiján. Lehet, hogy javítani kellett valami sérülést, és azért. Hogy ezt ki lehet kapcsolni a járműben ülve is, hogy ne javítsa az autót. Nem kell bemenni szépen a másik box utcába, nem kell átfordulni szerintem. Az úgy szerintem jó volt, a Form 1-ben is így használják, szerintem így gondolják a vezetők is, hogy így kell kijönni szabályosan. Tudom, mire gondolsz, hogy a másik buszba forduljon be, és akkor ott az Orruzsnál a másik úton szerviz úton jöjjön ki. Nem, hát ugye az is egy box utca, egy alternatív box utca. Használják is egyébként, ha jól tudom. A pályi 24 óráson szerintem aktívan használják. iRacingbe is, hát ha iRacingbe igen, akkor bizony a valóságban is biztos, hogy úgy van. Komoly. Tényleg lát az elfogtad Attila. Nem, csak hirtelen azt mondta, hogy lát az elfogtad. Ja, azt hittem lát az elfogtad. Bár itt szívdomot kapok, mikor 30 perc van hátra a futamból, és akkor 20 percet itt voltunk akkor szinte feleslegesen. De akkor nem, mert az utóbbi 20 perc az annak volt értelme, így mondom. Közben én itt egyébként egy tesztet folytatok. Attila megmutatna engem a 17. helyen. Ott egy gumitesztet hajtok végre. Rükvezve raktam az autót, és folyamatosan nyomom a gázpedált, ami csak kifér belőle. 207 Celsius fokos a gumi. Már citromsárgán ízik az egész. Tehát két piros kis kocka van már csak hátra. Kíváncsi vagyok, milyen amikor kidugolom a gumi. Abszolút egy Hankook gumitesztet végzek, ugye Hankook van itt a DTM-ben, ha jól tudom. De annak kell lennie. Hancok van. Hoppá, de rádám, jó. A már kockásodik? Ha, na, nézzük. Azt mondja, hogy... Á, még mindig. És csak 215 fokos. Hát ez nem is sok. Ah, viszont... Hát 20 másodperces könnyed előnye van Demeter Ádámmal szemben Romvári Bálintnak. De már keresztelik most már Bálintot. De a Bence lenne, akkor tudja, hogy Bálintnak hívnám. Száfrán is van a harmadik, de mert jönni akar majd a buzló valamikor. Azt nézem, hogy Kárász Rudolf hol jött vissza 9. helyre. A hátrányat lenne jó megmondani. Őszintén az érdekelne engemet. Megnézem, hogy áll a gumiteszt. 221 fokos.
Ha nézzük, jön a Demeter a boxba. Nem jön? Jó, akkor megint csak átbaszta a fejem. Farkas Marci, bízok benned. Negyedik helyen bejössz a boxba. Nem? Benned se bízhatok? Kis Levibe se? Ők Norbertbe se? Hoppá, és Orbán Tamást megelőzi Kárász Rudolf. Ez a 9. akkor viszont csak védekezett. Akkor csak védekezett Kárász Rudolf a 9. helyen. Orbán Tamás támadta. Tehát BMW-s versenyzőt. Na nézzük a 7. helyen Súlyok Norbit. Félányéb ott van Kis Levi előtte. Előttük meg Farkas Mátor és Menyhárt István. Na mi lesz a vége? Az első csatából semmi, a másodikból semmi. Maradt minden, úgyhogy semmi. Na. Ez mind a 4. pozícióra megy, azért 4-en egymáson vannak hegyén hátán. Konkrétan. Na nézzük akkor. Jó, nem picit hibázott. Picit talán tényleg jobban le is szakad. A Menyhárt Istvánon van a világ szeme, hogy mutasson egy előzést. Ott hátul majd végleg feladja a küzdelmet egyenlőre. Tűnik, mert lecsúszott teljesen az évről. Tényleg, hogy nem Schröder ágy, ugye régen a Schröder ágy volt, ez volt a veszte 98-ba. Eddie Irvine-nak is. Szépen a vezető helyről azt hiszem belecsúszott a Schröderba. Ezt a futamot egyébként igen igaz, Damon Hill nyerte a Jordannel. És Menyhárt István meg is előzte Farkas Mátort, akinek olyan Jordan színű BMW-je van. Na és közben jelentem, kidurrant a kerék, 306 fokos. Teljesen lapos. Na menj hát jöjj a boxba, jó. Végre. Végre valaki a boxba. Levi Márton és Orbán Tamás kimaradt. Nem hallottam Attila, nem figyeltem. Hopp és Sáfrán is már megcsinálja azt, amit akartál mondani. Akkor ezt most így kell, vagy csak Sáfrán is már nagyon... hogy mondjam... Ja, Menyhárt is van is így csinálta. Tudok, Norbi nem így csinálta. Ó, Bognár Köve áthajtásos. Szerintem átlépte a sebesség határt. Itt be, vagy a boxba, akinek hogy tetszik. Hát Romvári Bálint picit. Tényleg csak nagyon-nagyon picit. Vesztett. Az előnyéből. Ezt vissza is hozta most. Abszolút. Ennek egymáshoz túlzottan közel. Ró Krisztián a Bognár kevéhez, de hát az a csata az értelmét veszti. Miért kevének izéje van. Áthajtásosra.
Hogy... Mercedes, hát Attila is szintén. Hát akkor inkább a Ferrari mondanám, mint a McLaren. Nem tudom Attila is szintén, nem akarok jósolgatni, de ezt holnap 8 év után nem fogom először látni a Ford megyet élőben. Sőt, lehet egy kicsit több is, lehet már 9 éve. De hát nem baj, egyszer minden sorozat megszakad, hát most nálam is megszakad. Sorozat. Közben viszont nem, hogy Ádám vagy bukott, vagy boxba volt, szerintem inkább boxba volt. Mert 37 másodperc lett a hátránya, hát elképzelhető, hogy bukott Ádám. Hát pedig nem jelzi a boxot, szerintem már. Akkor benn volt, jól mondtam, nem megfordult. És Kárász Rudolf hozott rajta nagyon sokat. Sőt, nem is. Kárász Rudolf bukott nagyon sokat. A Deveter Ádám még mögötte volt, amikor Kárász Rudolf kijött a boxba. Ha jól emlékszem. Egy ilyen bő másodperc a hátránya Rudinak. Hát. De ez az ötödik hely se rossz, hiszem úgy. Na, hát tudom, Mária Bálint az... Boxot azt nem ismeri. Kivéve a múltkor Barcelonában, na ott nagyon ismertem. Farkas Márton és Orbán Tamás második, harmadik helyen van. Közérdekű közleményeket hallották, de Farkas Márton lehet jönni fog a boxba. Jön a boxba! Ezt már komolyan mondom, hogy hihetetlen, és Orbán Tamás megy el most, aki már volt amúgy boxba, és most nagyon ott van. Opszi, jó. Elnézést. Na, szóval volt a boxba. Orbán Tamás, és megelőzte Demetert Ádámot is, és Kárász Rudolfot is. Valami Sáfrány Istvánt is. Sáfrány István most jön fel az ötödik helyre. Nem, még nem jött fel. Majd most kigyorsításon nézzük, csak a hatodikon Sáfrány István és Farkas Márton csatája. Most még hideg gumikon van Farkas Márton, addig kéne támadni, addig tudna elmenni mellette. BMW-s belharc. Csúszkálnak nagyon itt az orvosba. Jobban jött ki Farkas Márton. Ebből, na nézzük az egyenes végére. Nagyon húzza be fel a szélányék, nagyon húzza. Nagy a tempó különbség is, de most megfeneklik. És nem tud kívülről. Nem tud csinálni egy olyat, amit Demeter Ádám csinált. Jó, de mindig pontosan ellene. Csinálta az Demeter Ádám. 414 fokos a hátsó kerék. Hát még bírja. Még bírja. Még bírja. Hát nem olyan rossz az. Jó, jó állapotban vannak még. Hát reményvesztett dolog ez a hátrány. Amit ki kellene bírnia. És Kárász Rudolfot nézzük. Harmadik. Megelőzte Orbán Tamást. Orbán Tamásnak ugye plusz 50 kiló abszolút nem segít, de hát ez is bőven növelni tudja a előnyét. Sáfrány is már közvetlenül, aki most itt van, ugye Cséplő Máté nincs itt. Ő nem szerez pontot, Sáfrány István pedig mögötte van a futamon egyenlőre. Úgy is van, de Farkas Márton nem tudom miért nem jelzi. Megint megbolondul, szerintem ez egy mod hiba. Nem jelzi hirtelen Farkas Márton, nem, hogy mindjárt megjavul. Van, meg is javult. Ők is nagyon egyben vannak itt. Úgy. Viszont Románi Bencének egyre jobban kezd csökkenni a hátulja. Ami egyébként az előnye.
nem a hátulja, sőt nem is a hátránya. Tehát az előnye kezd csökkenni. ...34 másodperc, hát... ...bőven maradni fog még 14 másodperc szerintem. Na de Farkas Mátont próbálja előzni, Sáfrány István a... ...ötödik helyért, de ott van mögötti Mennyhárt István is. A lepattanóra vásuljuk Norbi azért egy bő 6 másodperces hátrányba. Hát... Persze is van leszakad. Sáfrány István most leszakad. Farkas Mátonról. Meg kéne őrizni ezt a hatodik helyet neki. Fognál kevel feladja közben a futamat, ő az első kieső. És Romári Bálint a boxba, kérem szépen. Így tisztelettel. Ott adja a gázt, jönnek a többiek, 17 másodpercre vannak még. Szerintem még egy második cseré is simán beleférne. Na jó, azért annyira nem, mert ha csak nem egy 10 másodpercre. Közel 10 másodpercre, ugye most fordult rá célegyenesre Demeter Ádám. 2-11, 124-jel mindig jövő a leggyorsabb kör. Gyorsan végignézem, igazam van-e. Igazam van. Közben majd egyébként Lajos Krisztófer is kiesett. Bognár Keve is. Őt az előbb említettem. Hát is el is kezdett nőni az előnye Romárinak. Lakatos Krisztófer ki is lépett. Hát itt még esély a csatára, talán a hetedik helyen lévő Mennyhárt István az, aki meg is előzheti, sőt azonnal nem is kérdezi, hogy elmehet-e. A hatodik helyét harcol. Hoppá, meglökte Sáfrány István, de éppen megválta, hogy visszasoroljon elé. Kezdheti újból a felzárkózást. Szépen felmászott Mennyhárt István a kerékvetőre. Nem túl jó kockázatos dolog ez, mert főleg itt, ahol most jár, ez is kerül el. Sáfrány István meg rámegy. Ráment az elsőre, és kicsit ki is vezette a rázókő. És kerülni kell, mert ez is forgatja meg a versenyzőket, hanem megfelelő a hasmagasság főleg. Tehát ugye, hogyha nincsen nagyon alacsonyan, akkor még nagyon lassú a versenyzőcske. Húzza befel a szélárnyék szépen. Mennyhárt Istvánt. És be is próbálkozik a sikán előtt. Egyenlőre úgy tűnt, hogy megvan, de nem, mert nagyon lelassult és nem tud kigyorsítani. Jól, Pap Oliver pedig lehúzódik szépen a pálya mellé. Abszolút ne zavarja többieket. Orbán Tamás a boxba volt közben? Igen. Orbán Tamás a boxba volt. Nézzem már mennyiben hátra a futomból. 13 perc van hátra. Gyorsan ránézem a kerekeimre. Hát megfelelően lett 415 foknál. Szerintem a tesznek ennyi jót tett, 415 fokot bír a gumi. Addigra bőven kilukad, szerintem el is kopik valóságban. De folyamatosan hűl vissza a kerék.
Tojás lehet rajta sütni. Így is. Tizennégy másodpercnél stagnál a különbség. Bár a Sudov pedig nagyon sokat veszít, és ha megnyitja a boxba, hát szerintem nem fog már jönni. Bár a Sudov tehát 10-11 másodperc is hátrányban Demeter Ádámhoz képest. Hát igen, megy hát István feladja a futamot, az előbb még ott harcolt Sáfrány Istvánnal. Ennek nagyon örül viszont Csőjök Norbert és a mögötte lévők, főleg Orbán Tamás is. A boxba volt az előbb. Ugye ezt a futamot most mi nem élőben adjuk, felvételre lesz látható a futam után közvetlen, már fent lesz a YouTube-on. Tehát ha valaki megijed, hogy lemaradt volna az élő közvetítésről, az mutassa le magát. Ottam már. Semmiről nem maradt le. Ez most felvételről megy. Belgium után egyébként Angliába költözik a mezőny. Silveston az a az a helyszín, ahol a következő versenyt futni fogják, majd jön Sepang, amit annyira nem túlzottan értek, de Sepang az úgy egy jó pálya lenne, hogyha nem az lenne a vonalvezetése, ami. Zandvoort. Hát igen, az egy tipikus DTM pálya, abszolút régóta közben, amúgy Boró Krisztiánt láttam ott a fűszélén. 12. helyen abszolút nincs összeszedve, most nagyon szétesett. Nem úgy, mint Romvári Bálint, aki folyamatosan vezet a futamba, és Sáfrány István a negyedik helyen hibázott, ojj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 j
hibázott, közben menjünk Orbán Tamáshoz a hatodik helyre. Mindjárt megelőzi Sörök Norbit. Na és akkor utána jön a izgi rész, Isztambul. Egyébként Isztambul visszatérhet a Forma 1-be, ezt beszélték már akár jövő évtől. Ami nem lenne hülyeség, mert egy nagyon-nagyon-nagyon jó pálya. Nagyon-nagyon jó pálya, még annól emlékszik a SRT ligába, ugye Attilának a ligájába. Voltam ott, amikor indultam. És Norbinak a ligája volt, igen. A 2002-es mód, nem tudom már, vagy 2002-es módról lehetett, de nagyon jó volt. Szerettem én is azt a pályát. Akkor versenyeztem rajta egyetlen egyszer, ha minden igaz. Még, hát a R-faktorban igen, szerintem. De nagyon jó pálya, azt szeretem. Nem tudja Interlagos. Hát... érdekes lesz, de hát mondjuk ez nem annyira izgalmas pálya. Hungaroring, abszolút unalom. Tehát magyar versenyt, szeretjük. Majd a Spielberg Ring. Végén mi nevén A1 Ring következik, és végül a Nürburgringen zárul majd a bajnokság. Hát az egy Nordschleife futamot megnézni DTM autókkal, de ugye ez a Nürburgring, ez a rövid változata lesz. Jó, Norbi viszont jön vissza az ötödik helyért. Nem szeretné elengedni. Ejj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 
Jöttek a többiek a boxba, még nem figyeltem. Egy farkas mártam, bizony-bizony a második. És megjavult a körrekord. Rommári Válidnak hála. 2:10.976 a leggyorsabb kör a futamon eddig.
És borzasztóan nagy az előnye. Normálnak 34 másodperc Farkas Mártonnal a szembe. Aki szerintem egyébként jönni fog a boxba. De nem biztos, de lehet. 7-es perc van hátra, 7 és fél perc. És itt egyébként a harmadik helytől lefele, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely, az ott nagyon egybe van, aránylag azt lehet mondani. Hát Kárász Rudolf látja maga előtt Orbán Tamást is a sárga Audival. Bőven. Hát még Farkas Mártot is oda menném a második helyen. Előre meg egyfolytában érkeznek megfele. A többiek. Közben egyébként annyit elmondanék, hogy a sok híresztelés ellenére, ami arról szólt, hogy a ligám a BSL-el az megszűnt, de hát ez abszolút hülyeség. Az oldalunkat szolgáltató letiltotta, mert tettünk, de általában így szokott lenni. De hamarosan új weboldalra fogunk jelentkezni. És ami ettől fontosabb, nagy bejelentés, 2017-ben megtörténik az első bajnokság, meg fogjuk rendezni az első bajnokságunkat. Nem sok idő van ugye nekem csinálni ezt az egészet, de úgy gondolom, hogy az ideje indítani egy jó kis bajnokságot, ami előle láthatóan egy 4 fordulós, tehát 4 verseny hétvégés, 8 futamos verseny lesz. 75%-ig biztos, hogy túraautóval lesz megrendezve. Még az év folyamán azért várható 2, maximum 3 bajnokság, tehát nem lesz túl sok, de amennyi lesz, az reméljük, hogy nagyon népszerű lesz majd. Ugye reményeim szerint Attilával is meg tudunk majd egyezni egy utam közvetítésben, hogy lesz BSL ismételten 2017-ben is, sőt van is, lesz is. Részleteket azokat majd kidolgoztuk, akkor közzé fogjuk tenni, hogy várjátok szeretettel majd. Közben szerint a Farkas Márta egyébként nem fog kijönni 100%-os most van. Többet a boxba, és így lecsaphat erre a második helyre, ami egy nagyon-nagyon jó eredmény lenne neki. Közben 4 perc van hátra a futamból. Orbán Tamás pedig az ötödik helyen az őt üldöző Sáfrány Istvánt előzheti meg. Na nézzük, negyedik helyet megy a csata. Belső ívet nem nagyon kéne feladni, de a külsőt válaszza Orbán Tamás, akinek 250-es végsebessége, Szélányi végül is megvált, ez hihetetlen. Az hogy érte el, hogy 250-et megy? Az nagyon komoly, mert hát láttattuk, az előbb Sáfrány István volt pont az, aki Szélányiból kijött, az egyből esett is vissza a sebessége. Na, hát Orbán Tamás megoldotta a dolgot. Angolosan. Éppen csendesen. Egyébként nem nagyon láttuk én... Demeter Ádám megint hibázik. Ez is hihetetlen. De még ott marad a harmadik helyen egyenlőre. És ez a Farkas Mártonnak van biztos pozíciója a második helyen. Hát nem nagyon látom én azt a bajnokságban egyenlőre, hogy bárki is érdemben meg tudná szorongatni a bajnokságban Orbán Tamást, mert ugye
ő mindig megkapja ezt a plusz 50 kilót, míg vezeti a bajnokságot, és szerintem vezetni is fogja, mert a mögötte lévők pontosan ellenkezőleg kapják, és ha valaki egyszer kezd, mondjuk Romvári Bálint vagy Demeter Ádám közben egymás mellett Orbán és Ádám, hogyha lenne egy év, akkor Ádám is éve egymás mellett. Na, szóval mindig, aki mögöttem van a pontversenyben, azok plusz kilókat fognak kapni, amivel így is lassabbak lesznek, mikor kevesebbet kapnak akkor is. Ugye látszódod és átlan is már se túl gyors most versenytempóban. Közel van azért itt rajta van Orbán Tamáson, de nagyon-nagyon gyors, és Demeter Ádám nagyon szépen elkerülte, aztán ráfordult és csak belement. Csak összeütközte egy picit. A kettő szélányék sáfra is fel, nézzük elérni a 2.50-et így. Akkor szerintem ennyiből nem jó ez a súly elosztás, mert például Demeter Ádám vagy akár Romvári Bálint bemegy az első 8-ba a bajnokságban, onnantól kezdve kapni fogják a plusz kilókat, ahogy lépegetnek egyre feljebb, annyira ezt is tanulni fog a különbség, Orbán Tamás viszont 50 kiló plusszal is nagyon jó teljesítményre képes, szóval azért mondom, hogy nem látom én itt ebbe a dologba azt, hogy aki csatlakozott a második, harmadik futam után, hogy a DTM Superligában, és hiába gyors, nem lesz esély a bajnokságra, maximum egy top 5-ös eredményt tud elérni, de hát sok van még hátra, ugye az előbb elmondtam, szerintem 5 vagy 6 futam, úgyhogy egyszer ezt így előre kéne lenni, az utolsó egy percben járunk, és meg fog kezdeni még egy kört Romvári, a pillanatban is kezdte az utolsó kört. Szóval nehéz, nem jó ezt így kijelenteni, de szerintem ez így van. Sáfnál is viszont visszaelőzte Orbán Tamás, sőt még Kárász Rudolf is jött. Na itt lehet valami kis opció az, hogy Orbán Tamás, hogyha mindenki talán elkapná, de a utamokon akkor talán, akiknek már van ilyen 50 ponttól több, azok az abdába rúghatnának, de ugye utána véletlen mondjuk labdába is rúgnának, és tegyük fel, átvennék a vezetést a bajnokságban, utána ők kapnának 50 kilót. Szóval az se jó. Az se sokkal jobb, mert akkor utána Orbán Tamás kap kevesebbet, és egyre csak gyorsabb lesz. De a szezon végére megint visszajöhet. Nagy a csata közben a harmadik helyét, Sáfrány István megelőzi Demeter Ádámot, picit rá is tart, nagyon szépen csinálta. Úgy, na a végére azért csak összejönnek itt a dolgok. Főleg itt a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen. Na de nézzük elő Sáfrányékat. Harmadik helyét a csata tehát. Farkas Márton és Romvárinak biztos a helye szerintem, ha nem hibáznak. Demeter Ádámot közben nézzük. Ajjajajajaj, kicsit meg is lökte. Rázár Sáfrány István, aránylag csúnyán is. De hát még lehet belefér éppen versenybíróknál, versenyigazgatóknál. Közben Kárász Rudolf hátul a hatodik helyen betámad. Első éven van, viszont most külsőre fog szorulni, és Orbán Tamás ott tartja, már pedig ott akarta tartani, de hát ezt Kárász Rudolf magasról letolta, és elfordult, és megelőzte, körbeautózta, és most ez nagyon jól jöhet Sáfrány Istvánnak. Nem túl sokat, de azért pontokat rabolt tőle Orbán Tamástól Demeter Ádám és Kárász Rudolf. Sólyok Norbert is ott lehetne még esetleg, ha egy-két körre több lenne hátra, kiközben egyébként Romvári Bence megnyerte a futamot, vagy Bálint megnyerte a futamot. Igen, hirtelen, hogy oda néztem. Farkas Márton viszont megnyugtató 5 másodperces előnybe, és itt az 5.-6. hely szerintem le van játszva, de a 3.-4. az még nincs. Sáfrány István próbál visszatámadni belső éven. Nézzük, nem. Szélányékba kéne maradni, Demeter Ádám a belső ívet választ, azt nem fogja oldani biztosan. Úgy is van, felajánlja a külsőt, elfogadja Sáfrány István is körbeautózza. Demeter Ádám meglöki, most ő akarja körbeautózni, fordítva.
Jön a kigyorsítás, Sáfrán is vannak jobb a kigyorsítás, ez nagyon szoros lesz, kérem szépen. Mennyi lesz a különbség? 8000 másodperc, ha jól láttam. Hoppá, ez csúnya volt Demeter Ádámtól. De mindenit. Nem, 16000 másodperc, rosszul láttam, pont amikor átmentek a célvonalon. 16000 másodperc, ha minden igaz, igen, a különbség kettőjük között. Hát ez nagyon durva volt. Igen. Hú. Ez nagyon durva volt. Mögöttük is bejönnek, Sáfrán is veszek, ez nagyon-nagyon-nagyon jól jött. Viszont annyiból nem jött jól, hogy a következő futamon neki 40 kiló plusz sült kell cipelnie. Ami azt jelenti... Mivel megelőzte ugye Cséplő Mátét. Neki 40 kiló plusz, az azt jelenti, hogy sokkal lassabb lesz. Tehát ez a 30-al is már nagyon... lassú volt, bár hozzáteszem nem lehetett lassú, hogyha most a harmadik helyet elérte, de mindenféleképpen nem tesz jót majd neki a következő versenyen. Úgyhogy... hát Demeter Ádám nyilvánította a véleményét. Jó, töke. Na mindegy, negyedik lett végül is. Romvári Bálint, aki nem Romvári. Bence, hanem Romvári Bálint. Az első megnyerte a futamot, javított Barcelona után. 3 kört teljesítve 51 perc, 22 másodperc alatt megnyerte a belgiumi futamot. Második lett Farkas Márton. Ez nagyon szép eredmény. Ezzel feljebb lépő is a pontversenybe. Sáfrán István pedig előre lép a második pozíció a pontversenyre ezzel a harmadik helye, ami sorozatban már a jól emlékszem, ugye a második dobogója. Na, köszönjük a figyelmet, én Szabó Krisztián voltam, operatőrtársam pedig Létai Attila, ez volt a DTM Superliga, várjuk önöket jövő héten is, a viszontlátásra, viszont hallásra, sziasztok!